Szeretettel üdvözlök mindenkit újra. Ebben a videóban a passzív szerkezetet folytatom. A passzív szerkezetet fogjuk megnézni újabb igeidőkben, méghozzá a folyamatos igeidőkben. És akkor vágjunk is bele. Ugyanaz a mondat lesz végigvezetve. Ismét szépen mondtam ezt passzívban. Jó, tehát az aktív mondatunk először az lesz present continuous-ben, folyamatos jelenben, hogy my brother is painting the wall now. Írjuk le. Jó, tehát mindent írjunk most, és videót megállítjuk, hogyha időre van szükségünk. Jó, tehát my brother is painting the wall now. Na, nézzük meg. Ugye az ige ebben a mondatban is painting, ugye, ez folyamatos jelenben van. Jó. Mit mondtunk, hogy a passzívban mit teszünk folyamatos jelenben? Tehát itt az ige volt a folyamatos jelenben, is painting. A passzívban pedig mit teszünk folyamatos jelenben? A létigét. A passzívnak a segédigéjét, a létigét. A főige pedig marad milyen alakban? Harmadik alakban. Tehát a mondat passzívban így fog hangzani. The wall is being painted by my brother now. Tessék. Tessék, írjuk le. The wall is being painted by my brother now. Jó? Mit látunk? Mi az ige? Is being painted. Ugye? Ez az állítmány. Ebből a ragozott rész, pontosabban az igeidőt hordozó ragozott rész, az is being, tehát a be, ige van folyamatos jelenben, a painted pedig maradt V3-ban, harmadik alakban. Past participle, befejezett melléknévi, illetve határozó igenévi alakban. Jó, hogy lássuk a két mondatot együtt. Így. Legyen leírva mindenkinek. Jó. Ha ez megvan, akkor nézzük a folyamatos múltat, a past continuous-t. Folyamatos múltban ugyanez a mondat, mondjuk úgy szól, hogy aktívan, hogy my brother was painting the wall at 5 o'clock yesterday. A testvérem festette a falat tegnap 5 órakor. Írjuk le. My brother was painting the wall at 5 o'clock yesterday. Jó? Mi az ige ebben a mondatban? Az, hogy was painting. Ez van folyamatos múltban. Jó, karikázzuk be. Jelöljük meg. Was painting folyamatos múltban. Jó, ha ez megvan, akkor áttesszük szépen passzívba. Lehet egy kicsit gondolkodni, megállítani a videót, esetleg leírni. Jó, én folytatom. Úgy fog szólni, hogy the wall was being painted by my brother at 5 o'clock yesterday. Tehát így. The wall was being painted by my brother at 5 o'clock yesterday. Jó? Mit látunk? Hány részből áll az ige? Was being painted. Háromból. Ugye? A be-t tettük folyamatos múltba. Tehát was being, a be folyamatos múltban, és a főige pedig a megszokott V3 harmadik alakban, past participle alakban van, befejezett melléknévi, illetve határozói igenévi alakban. Past participle, V3. Jó? Oké. Okay. Tehát ez volt a past continuous, a folyamatos múlt a passzívban. Nézzük meg a folyamatos jövőt,
vagyis inkább a will future folyamatos alakban. Ugyanez a mondat, will future-ben, aktívban úgy szól. My brother will be painting the wall all day tomorrow. Írjuk le. My brother will be painting the wall all day tomorrow. A testvérem festeni fogja a falat holnap egész nap, folyamatos jövőben. Jó. Nézzük meg, hogy mi az ige. Will be painting. Tehát az ige van folyamatos jövőben. Will be painting. Jó. A főige folyamatos jövőben. Passzívról mit tudunk? Hogy a főige az a harmadik alakban lesz, a V3, a past participle alakban. A be igét fogjuk a megfelelő igeidőbe tenni, tehát ebben az esetben a folyamatos jövőbe. És úgy fog hangzani, jól lehet egy kicsit gondolkodni rajta, én mondom, the wall will be being painted by my brother all day tomorrow. Írjuk le. The wall will be being painted by my brother all day tomorrow. Jó. Mi az ige? Will be being painted. Ugye az igeidőt a be hordozza, tehát will be being, ugye? Ezt tettük folyamatos jövőbe. Jó? És a főige pedig ugyanúgy, mint már megszoktuk, harmadik alakban, past participle alakban van. Jó, tehát ezek voltak a folyamatos igeidők. Remélem mindenki értette. Írjuk le, tanuljuk meg. Viszont látásra!